Jó estét kívánok! Nagyon izgalmas lesz a mai társaság. Bemutatom őket, és aztán utána elmondom, hogy szerintem miért ismerjék meg a mai vendégeimet. Itt van Donát Anna, a Momentum Európai Parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Böcskei Balázs, az IDEA intézet vezetője, a DK fővárosi tanácsadója, és Steinmetz Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője. És hát például, hogyha önökre nézek, Donát Anna és Steinmetz Ádám, szóval, hogy nehezen tudnám megmondani, hogy mi lehet a közös önökben, ha csak mondjuk az nem, hogy elég keményen küzdenek, ezt mind a ketten már bizonyították a múltban. De közben pedig, ha én jól sejtem, akkor politikai szövetségesként tekintenek egymásra. Így tekintenek egymásra? Én azt gondolom, hogy mindenkit politikai szövetségesként tekintünk a Magyarországon, aki rendszert szeretne váltani, és egy igazságos, emberségesen Magyarországot akar létrehozni. Úgyhogy az, hogy most pontosan a szövetség hogy és mint néz ki, az a jövő kérdése lesz. Én mindenképpen akár magánember, akár civil, akár politikus, aki ugyanazokért, az elvekért és célért küzd, amiért én, a szövetségesemnek tudom nevezni, mert éppen egy olyan országban élünk, ahol az ember nem válogat, hanem egy célért összeszedi mindazokat, akik hajlandóak időt, energiát és egzisztenciát nem féltve beleállni ebbe a harcba. Képviselő úr? Csak megerősíteni tudom. Én is örülök annak, hogy a momentumos fiatalok egy új lendületet hoztak a hazai belpolitikába, és hogy a pártvezetés, pártok, az ellenzéki pártok, a valódi kormányváltást akkor ellenzéki pártok vezetői deklarálták, hogy tulajdonképpen a 22-es választásra el kell kezdeni az egyeztetést, és itt nem csak a kiindul, hol, milyen körzetben, hanem a nemzeti minimumok meghatározásában is. Úgyhogy ebben nagyon örülök, és nagyon számítok a momentumos képviselőjelölteknek a tapasztalatára és a tudására. Na, mindjárt meg is érkezünk az első témához, de azért meg akarom szólítani az elemzőt is. Szóval, hogy én azzal kezdtem, hogy most bajba lennék, hogyha azt kellene felsorolnom, hogy mi a közös vonás Donát Annába és Steinmetz Ádámba. De akkor ezek szerint már említettek egy közös platformot, ez működhet? Balázs, hogy látod? Bocsánat, hogy egy picit pontosítok és unalmas vagyok, mert hogy a kevésbé a DK, sokkal inkább a főpolgármester helyettesi tanácsadójuk a fővárosban. Ez azért tartom fontosnak, mert ma már ugye olyan hírek vannak, vagy olyan elemzők vannak, akik a Kuruci Infót baliberális sajtóterméknek tudják be, úgyhogy nagyon fontos, hogy mit minek nevezzük, mert manapság ezek a dolgok ezek elkuszálnak. Ez így pontos. Szerintem az elmúlt 10 éves tálatban nézzük, akkor igaz az, hogy belépett egy új politikai generáció a politikában, és hogyha csak 4 éves tálatban nézzük, akkor ez a politikai generáció, ez az új politikai generáció, akár a Jobbik, akár a Momentum meg is találta a hangot a korábbi politikai generációkkal. Untuk az együttműködésre való vitákat, és szerintem 4-5 éves tálatból nézve ezek sokkal hamarabb be fognak fejeződni, ezek a hogyan és miként induljunk, mint ahogy egyébként ahhoz az ellenzéki szavazók hozzáálltak szokva. Úgyhogy szerintem, ha valamikor bár a párpreferenciák nem biztos, hogy mutatják, de mégis paradox, de hogy van bizakodása ok. Meg is érkeztünk az első témához, pártpreferenciák. Egy grafikont szeretnék önöknek mutatni, a Závec Research friss felmérése, és azt mutatja, hogy hogy állnak most a pártok a választókorú, illetve a teljes népesség körében. A választókorú népesség körében ezt mutatjuk most önöknek, 34-32-re közelítette meg az Egyesült Ellenzék a kormánypártot. A biztos pártválasztók között 50-47-re vezet most a Fidesz. Itt is minimális a különbség, tehát soha ennyire kicsi nem volt a különbség. Kezdjük azzal, hogy nagyjából 20 hónappal a választások előtt érdemes-e pártpreferenciákról, meg ilyen adatokról beszélni. Ha azt gondolják, hogy nem, akkor ez egy rövid beszélgetés lesz, de hogyha azt gondolják, hogy igen, akkor viszont indoklást is kérek. Tehát miért lehetnek érdekesek ezek a számok? Ki mit gondol? A szociológus énem azt mondja, hogy igen, a politikus énem azt mondja, hogy nem. A legrövidebb válaszom erre ez, mert azt gondolom, hogy persze lehet bűvölni ezeket a számokat, és baromi izgalmas, amikor egymás utáni napokon jön ki a különböző kutatóintézetek különböző számai, mindegyik körülbelül ugyanazt mondják, hiba határon belül ki melyik felé húz egy picikét. Addig, amíg ez 34-32-t mutat, vagy a biztos pártválasztóknál jól tudom, 50-48, ugyanez az arány, addig nincs miről beszélgetnünk. Tehát, hogy akkor kezdjünk el a számokról beszélni, ha az ellenzék összeadott számai amúgy 52 körül lesznek, tehát megelőzik a Fideszt mindenképp, illetve akkor, ha beszéltünk arról, hogy ezek a szavazók összeadhatók-e. Csak hogy amíg ezekről beszélünk, addig pont azt a politikai munkát nem csináljuk meg, ami által ezek a számok végeredményben, hogy 22-ben remélhetőleg összeadhatóak lesznek. Úgyhogy én politikusként azt gondolom, hogy borzasztóan felelőtlen arra verni a mellünket, hogy most éppen én vagyok
vagyok 1%-kal előbb. Most már én már csak 5%-kal vagyunk lemaradva a Fideszhez képest. Nem, végezzük el azt a politikai munkát, hogy vonjunk be minél több embert, győzzük meg őket, hogy rendszert váltani igenis lehet és kell, és ezért mindannyiunkra szükség van. Amíg számokról beszélgetünk, addig maximum a szociológus én nem mondja azt, hogy ez izgalmas. Közben a szemem sarkából láttam, hogy Balázs is bőszen bólogatott. Akkor hadd csavarjak csak egy picit a dolgon, továbbra is persze érdekel, hogy fontos vagy kell ezekre figyelni, de hogy a miniszterelnök már elkezdte a mozgósítást. Minden ilyen hír az ő híveinek a körében azt mutathatja, hogy tényleg az oroszok már a spájzban vannak. Tehát, hogy nem lehet-e, hogy a Fidesz mozgósítási kampányát szolgálja minden ilyen eredmény, ami azt jelent, vagy azt mutatja, hogy az ellenzék feljött a kormánypárt nyakára. Hát, hogy egyrészt ez egy permanens politikai üzem, a szónak a permanens mozgósítása szocializált politikai üzem. Ha látjuk azt, hogy folyamatosan zajlik egyfajta politikának mozgásban tartása, akár az ellenfél, akár az ellenség generálással, akár azzal valóban, hogy ilyen hadüzenetszerű megszólalások vannak. Úgyhogy szerintem most még nem tart a kormányzó párt olyan látványosan ettől az éles versenytől, mert ez a normál politikai működésének a logikája és természete és nyelve. Ellentétben nagyon, vagy nem ellentétben, hanem kapcsolatban nagyon egyet tudok érteni Donát Annával, amikor azt mondja, hogy a politikus ne elemezzen, meg nem az a feladata, hanem a politika csinálás, és az akkor is fontos ismerni, amikor egyes pártok már a küszöb környékén vannak, és elkezdenek a közvéleménykutatók rossz méréseivel foglalkozni, hogy biztos sem mögött valamilyen politikai szándék húzódik, pedig nem. Az van valószínű, hogy az ellenzéki támogatottságok azok valóban stagnálnak, ahogy a kormányzó pártésé is egy március és augusztus között emelkedett, de egy bizonyos sávban mozog. Valószínűleg ebből a stagnálás állapotából az fogja kibillenteni az ellenzéket, hogyha egyértelmű lesz annak a 30%-nak, akinek most nincs pártja, az, hogy hogyan fog az ellenzék indulni 2022-ben, hogy ez az ellenzéki konstrukció egy vagy több listát jelent, egy vagy több miniszterelnök jelentet, bár mondjuk egyre inkább szűkül be a mozgástér. Szerintem az, ami egy kicsit aktivizálni fogja az ellenzéki szavazókat, kevésbé a program, kevésbé az, hogy a politikusok politizálnak, ezt elvárják tőlük, hiszen ezt láttuk október 13-án, 19-ben, hogy a protest szavazás az, ami inkább, és az anti-urbanizmus, ami felerősíti a helyzetet, és ennek az ellenzéki konstrukció felállása a feltétele. Politikus politizáljon, ne elemezze. Mi látható ebből, és mi nem látható ebből a táblázatból? Hát igazából ez most ugye a listás preferenciára vonatkozik, és hogyha tényleg összeadjuk ez egyébként elaprózott ellenzéki támogatást, akkor azt láthatjuk, hogy fej-fej mellett van. Ez egy komoly versenyre készteti egyébként a kormányzó pártokat, hogyha hatalmat meg akarják tartani, és ebből én úgy gondolom, hogy egyértelműen profitálhat a magyar társadalom, mert itt ugye teljesíteni kell, itt az emberek kedvére kell, hogy tegyenek. De ami viszont nem látszik a táblázatból, és tudjuk nagyon jól, hogy az egyéni választókerületekbe fog eldőlni a 22-es választás sorsa, és ott bizony egy jó jelölt, akár még a Fidesz szimpatizánsok köréből is tud a személyével szavazatokat elvonni, elcsábítani, és valóban, ahogy a politikai jellemző szemével Balázs mondta, de ha nem mondta, akkor is én is kiemelném azt a 30%-ot. Ami ott látszik. És ezért fontos az, hogy a politikus csinálja a politikát, mert azért a népesség egyharmada jelen pillanatban nem foglal állást, de egy jó programmal, egy jó kampánnyal, egy jó megoldási javaslatokkal a problémákra én szerintem megmozdíthatja egy jelentős részét ennek a 30%-nak, és az bizony már eldönthet egy tényleg egy ilyen kiki meccset. Hát ott a lehetőség ezt a 30%-ot megszólítani. Tehát köszönjük szépen, én két éve ezen dolgozom. Ez lenne ugye az ellenzéki pártok feladata. Ugye sokat beszélgettünk már erről, mindig elhangzik, hogy ugye bárhogy is vannak a számok, a mozgósítás az egyik kulcs, és egy másik nagyon fontos dolog, amit szoktak mondani ellenzéki politikusok, hogy minden szavazókörben kell legyen ellenzéki delegált. Miért olyan fontos ez? Mi történik akkor, hogyha nincs? Én nem ezeket szoktam kiemelni, mindazonáltal egyetértek azzal, hogy ez egy borzasztó fontos dolog, már csak azért is, mert ahol nincs ott az ember, ott nem tudja, hogy mi történik. Akkor csalás van, hogyha nincs ott ellenzéki delegált? Pontosan tudjuk, hogy különböző féle fajta választási csalás minden választásnál megfigyelhető, nem csak Magyarországon, máshol is. Tehát ahol az ember bele tud nyúlni, ott az ember bele is fog nyúlni. Azért találták ki a rendszerét annak, hogy megfigyelők legyenek, mert ahol több szem van, az több
többet lát, és ez egyfajta önkontroll is, hogy ne is akarjunk belenyúlni attól függetlenül, hogy belenyúlhatunk-e. Oda-vissza. Tehát én épp úgy azt szeretném, hogy legyen fideszes résztvevő ebben, mint ahogy ellenzék is. A lényeg az az, hogy mindegyik oldal a saját érdekei mentén tudja felügyelni, hogy biztos, hogy tisztességes lesz, ami ott lefolyik. De én azt gondolom, hogy a mozgósítás, szavazatszámlálók, megfigyelők kérdése megint nagyon a választás és a kampányról szól. Az előbb beszéltük meg, hogy a politikus végezze el a munkáját. Fókuszáljunk a 30%-ra. És ezzel gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amiket az elemzőknek, meg amúgy mindenkinek át kell beszélnie. De ettől még, hogy mindenhova küldünk szavazatszámlálót, és arról beszélünk, hogy hogyan fogjuk a technikai részteket megoldani, attól még az a 30% nem biztos, hogy elmegy majd választani. A mi dolgunk az, hogy elmenjenek választani, de ahhoz nem elég ezekről beszélni, ahhoz víziót kell tudni mutatni, ahhoz megoldást kell mutatni, tartalmilag is meg kell mutatni, hogy mit képviselünk, és nem utolsó sorban nem elvárni, hogy a választók mozgósítódjanak, nekünk kell magunkat mozgósítani először a választóhoz. Ez, amit mindig megspórolunk. Jogállamiságról szóló jelentés, gyorsan szeretnék erre átmenni, mert repül az idő. 25 oldal, ami Magyarországról szól, és ami elég szomorú képet fest a magyar jogállamiság helyzetéről. Ime. Good afternoon, ladies and gentlemen. A jelentés készítői Vera Jurova és biztostársa szerint komoly kérdéseket vet fel a magyar média helyzete. A jogállami jelentésben az áll, hogy a versenyhatóságok ellenőrzése nélkül egyesítették a kormány közeli médiumokat, ami fenyegeti a sajtó sokszínűségét. A bizottság szerint aggályos, hogy az elmúlt időszakban gazdasági eszközökkel a fennmaradó független sajtótermékeket is támadás érte. Kifogásolják azt is, hogy a szabályok átláthatóságának hiánya miatt a kormánypárti kiadványok felé irányított jelentős mennyiségű állami hirdetés lehetőséget ad a kabinet számára, hogy közvetett politikai befolyást gyakorolhasson a médiára. Az igazságszolgáltatáson belül a legfőbb kritikát az ügyészség kapta. Azt írják, bár egyes magas szintű korrupciós ügyekben folyamatban vannak büntető eljárások, a magyar ügyészség nem túl aktív a korrupciógyanús politikusok és körei ügyeiben. Komoly aggodalomra ad okot a jelentés szerint a független országos igazságszolgáltatási tanács és az országos bírósági hivatal közötti hatásköri vita is. Az igazságügyi miniszter a jelentésre úgy reagált, abszurd és valótlan, így nem szolgálhat alapul semmilyen jogállamisági vitához. Koncepciója és módszertana elhibázott, forrásai kiegyensúlyozatlanok, tartalma megalapozatlan. A Fidesz szerint soros szervezetek írták a jelentést. Csak a Magyarországra vonatkozó fejezet 25 oldal, ezt nagyon kevesen fogják végigolvasni. Úgyhogy arra kérném önöket, hogy ki próbálja meg összefoglalni, hogy számára mi a leginkább megfogható, vagy hogyan lehet dióhéjban összefoglalni ezt a 25 oldalt. Tudom, hogy nem könnyű, ki kezdi. De egy mondatban és négy szóban is össze lehet foglalni. Az egyik az, hogy az Európai Bizottság is szerint sem emberséges és igazságos az Orbán rendszer, nincs jogállamiság. Négy szóban pedig ügyészség, média, civil szervezetek, és már nem is tudom... Korrupció. Uh-huh. Talán ebben a négy szóban lehet összefoglalni. Amúgy azt gondolom, hogy ma nagyon sok, nagyon jó összefoglaló cikk született erről. Tehát ami viszonylag olvasható formában a lényeg benne van. Úgyis a lényeg itt arról szól, ez egy olyan új eszköze a bizottságnak, amit amúgy nem most húztak ki a zsebükből, erről már nagyon régóta döntés volt, és minden évben meg fogják ismételni. Arról szól, hogy a jogállamiság, mint európai értéknek az állapotát, ami a demokrácia állapotát is méri, azzal kapcsolatban egy összehasonlító 27 tagállamra kiterjedő jelentés rakja le az asztal. Ez történt most meg. Ami azt jelenti, hogy nem csupán jogszabályokat vizsgálnak, hanem azoknak a mindennapi életbe való hatását is. Ezért mondják azt, hogy a civil törvény, amit az Európai Bíróság eltörölt, nem csak, hogy kártékony és a jogállamiság ellen volt, de annak a hatása a mindennapokra, megfémlenítés, megalázás, címkézés a civil szervezetek, a civil szervezetekbe vetett társadalmi hit elvesztése, ezek mind a jogállamiság további rombolása felé vezetnek. Ezek a jelentések ezért fontosak. Magyar szemmel semmi újdonság nincs ebbe a jelentésbe. De az, hogy ez egy európai szinten mindegyik tagállamra ugyanazokkal a mértékegységekkel végrehajtott elemzés volt, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eredmény. Minek mire szaladt fel a szemöldöke? A négy szóval így lesz több, de a viccet félretéve, tehát azt szokták mondani, hogy a legjobb védekezés a támadás. Tehát Magyarország kormánya most ezt csinálja. El kell sorosozni, és ezzel elvenni az élét egyébként a teljesen jogos kritikáknak, amit már ugye nem csak Magyarországon látnak sokan, hanem az Európai Unióban is.
ahelyett, hogy nem alaptalannal nevezni ezeket a vádakat, hanem megvizsgálnák ezeket az alapokat, és talán változtatnának az eddigi politikájukon. Tehát gondolok itt például a sajtótermékeknek a auditáláshoz kötött módon kellene az állami pénzeket, ugye reklám pénzeket elkölteni, erről már nagyon sokat beszéltünk. De az nem beismerés lenne, képviselő úr? Tehát ők most azt mondják, hogy ez hazugság. Nem igaz, amit leírtak. Csak tovább menve, talán nem kéne mindenhová fideszes kádert beültetni, legyen azok a sportklubok élére, civil szervezetek, szakmai szervezetek élére, vagy akár az számvevőszék, vagy az ügyészség élére, és akkor el lehetne venni az élét ezeknek a támadásoknak, és azt lehetne mondani, hogy hát itt minden demokratikus, megválasztott módon működik. De amíg nem ez van, és akkor igazából Addig ezek úgy gondolom teljesen jogos kritikák, és ezen szerintem változtatni kell, és én mindig azt szoktam, hogy mindenkitől lehet tanulni valamit. Most is azt mondom, hogy a Fidesztől is lehet tanulni azt, hogy nem szabad csinálni dolgokat, és én abban bízom, hogy ha majd ez a kör kerül oda, hogy átveszük Magyarország sorsának az irányítását, akkor most láthatjuk, hogy így nem szabad ezeket a dolgokat csinálni, mert ennek előbb-utóbb következménye lesz, mind belföldön is, mind az Európai Unióban, ebben biztos vagyok. Balázs. Hát ugye, hogyha, lehet, hogy most nem a politológus én nem mondatja maga velem, de hogyha jelentés, információ és újdonság értékét kell osztályoznunk egy 1-től 10-ig terjedő skálán, akkor a jó erős nullát kihozta magából az európai gépezet. Amikor egyetemista voltam, akkor a kedvenc szakdolgozat téma volt az a mi az európai identitás, hogyan teljesedik ki és erősödik az Európai Unió, egy cselekvőképes, kvázi szuperállamként került leírásra, most pedig valószínűleg olyan szakdolgozatok születnének, hogy mennyire nincsen képes és felkészülve a cselekvőképes szemszögből létezni az Európai Unió az olyan rezsimekkel szemben, amelyek a alapvető jogállami normákat nem tartják benn. Mert minden jelentés annyit ér, amennyi politikai cselekvés abból és azután következik. Ma ez a jelentés megszületése semmilyen retorziókkal nem bír a magyar államra nézve. Politikailag azt kell gondolom, hogy Varga Judit azáltal van, hogy van Európai Unió, és az Unió azáltal van, hogy van Varga Judit. Mert hogy ugye abban a pont pillanatban, amikor egy másik döntés során, uniós döntés során pedig felpuhul a jogállami elszámoltatatóságnak a kérdése, onnantól kezdve ezen a jelentés, hogy megszületett, lényegében lapozhatunk is, túl vagyunk rajta, és várjuk azokat a szakdolgozatokat, amelyek arról foglalkoznak, hogy egy európai intézményrendszer, amely persze más körülmények között másra lett kitalálva, mennyire nem tud kezelni az uniós joggal szemben létező entitásokat. Ezek szakdolgozati meg doktori témák lesznek, szóval ezt nem fogom tudni én sem megoldani most, és nyilván az EP-ben ezen is dolgoznak persze. Szerintem erre érdemes lenne reagálni, elkészült, és hol a következmény, de egy rövid reklám után, úgyhogy ígérem, hogy visszatérünk erre a témára néhány perc múlva. Már is megyünk tovább a stúdióban, Donát Anna, Böcskei Balázs és Tejmetsz Ádám, és ahogy megígértem, folytatjuk az utolsó témát, Magyarországról készült jogállamisági jelentés, és Böcskei Balázs éppen azt feszegette, hogy oké, elkészült a jelentés, és hol a következmény? Tehát, hogyha egy gyerek intőt kap, annak valószínűleg nagyobb a következménye, mert az otthon legalább a szülei megkérdezik tőle, hogy na de fiam, ez mégis hogy volt. Szóval hol a következmény? Hol a politikai következmény? Igen, de próbálom a lehető legjobban lehetőséget, mert ez egy olyan kérdés, mert hogy az európai szinten sem tudja mindenki mindenre a választ, ugyanis itt különböző jogállamisági történetek, nevezzük így, párhuzamosan futnak. Önmagában ez a jelentés, köszönjük szépen, mehet a fiókba. Ezzel egyetértek, mert hogy önmagában ez nem fog megoldani semmit. Alapvetően a bizottság szándéka ezzel a jelentéssel az volt, hogy felismervén, hogy a kötelezettségszegési eljárás, vagy a hetes cikkeles eljárás önmagában kevés, ráadásul az mindig egy reakció, egy bekövetkezett jogsértésre, ami európai joggal szembe menő intézkedésekre. Ők most egy preventív, egy megelőző eszközt szerettek volna bevezetni, ami arról szól, hogy felismerjük, hogy valami ott nem stimmel, lehet, hogy még nem követték el a jogsértés, de afelé halad, kezdődjön el egy politikai párbeszéd, és próbáljuk meg feloldani, mielőtt még kötelezettségszegési eljárásig megy a dolog. Ezzel párhuzamosan, ugyebár beszélünk egy jogállamisági mechanizmusról is, ott már szankciókról beszélünk, arról beszélünk, hogy elvonjanak európai forrásokat, vagy kifizetéseket, hogyha jogsértésre kerül sor. A mi célunk az az, hogy ebből egy egész kerek legyen,
azaz legyen benne preventív eszköz is, legyen benne szankcióeszköz is, lehessen előre tudni a játékszabályokat, hogy hol, mikor, miért, mit lehet elvonni, plusz, amiért mi tűzbe megyünk Cseh Katalinnal, hogy legyenek benne azok a kondíciók, hogy végeredményben ne a véghasználót büntessük, ezeket mindig kormányok követik el, ezeket a jogsértéseket és jogállami segítségcsorbákat, azaz oldja meg a bizottság, és legyen arra egy jogszabályi keret, hogy közvetlenül lehessen ezeket a forrásokat megpályázni civileknek, vállalkozóknak, önkormányzatoknak, tehát amikor szankciókra kerül a sor, akkor sem a magyar, az európai állampolgárokat büntessük. Ez remélhetőleg ez egy kerek egész szék össze fog állni. Jelenleg darabokban van, és igaza van Böcskei Balázsnak, ez még csak egy jelentés a fióknak. Én továbbra is ott tartok, hogy az uniós intézményrendszer egy ilyen nagyon bonyolult cucc. És hogy mondjuk egy ellenzéki képviselő kezében ez az egész jelentés, ez mennyire értékes muníció ahhoz, hogy rá tudjon erősíteni arra, hogy nem csak én mondom, látjátok, már mások is azt mondják, hogy Magyarországon baj van a jogállamisággal. Azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon szomorú történet, hogy időről időre, különböző jelentésről jelentésre, de mindig ott tartunk, hogy Magyarország az Európai Unió szégyenpadján ül. Most lehet, hogy nem egyedül, Lengyelországgal karöltve, de ettől függetlenül ez nem vigasztal minket, és ezen szerintem változtatni kell, és nem pedig úgy, hogy ebből belpolitikát csinál a jelenlegi kormányzat, és szabadságharcot folytat az tehát az átlag választópolgár azt látja, hogy szabadságharcot folytatunk most az Európai Unió ellen, miközben 2004 óta tagjaik vagyunk, és millió szála kötődünk, mint kulturálisan, mint gazdasági értelemben az Európai Unióhoz. És ugye, hogy hol a következmény, nincs következmény, de én tehát nagyon bízom benne, hogy nem is lesz olyan következmény, ami például az itt élő embereknek, az önkormányzatoknak, vagy nem menjek messzire, mondjuk a gazdáknak okoz majd hátrányt azáltal, hogy az Európai Unió elzárja azokat a forrásokat, vagy jogállamisághoz köti azokat a forrásokat, amit egyébként elutal, és mondjuk itt nem feltétlen hatékonyan kerül felhasználásra, úgyhogy a Jobbik Magyarországért mozgalom már régóta mondja, de nem egyedül vagyunk ezzel, hogy az európai ügyészség hatáskörét igenis Magyarországnak is vállalnia kell, a magyar kormánynak is, és én azt gondolom, hogy egy felelős politikus ilyenkor kiteszi az asztalra a kártyát, és azt mondja, hogy vizsgáljátok meg, nézzétek meg, itt minden törvényszerű, és nem pedig úgy állítja be, hogy az Európai Bizottság is már a soros kottájában játszik. Igen, csak a háborús retorikát ezzel fel lehet tartani, tehát hogy a miniszterelnök már elég régóta háborús retorikával tüzeli a sajátjait. Ebbe ez beleillik? Újabb támadás érte Magyarországot Brüsszelből. Balázs? Valóban, ezek a kommunikációs keretek ezek már készen állnak. Tehát ahogy készen áll Varga Judit reakciója az uniós jelentés, ami egyébként szintén készen áll, úgy egyébként ezeknek olyan további hozzáadott értéke nincsen. Hadd kössem össze az első témával. A Fidesz szavazótáborának a Szabó Andrával közösen írt kutatásunkban megvizsgáltuk a 18 és a 20-as tábor közötti különbséget. A 95%-át meg tudta tartani annak a tábornak, tábort a Fidesz. De viszont van egy plafon is a párt fölött, tehát lehet, hogy mi erre fókuszálunk, hogy ez a harci retorika van, de ennek azért olyan újdonság értéke már abban a 30%-os sávban sincsen egyébként. Tehát azt is mondtam, hogy adottnak vegyük ezt a dolgot, nem pedig hírértéket tulajdonítani neki. Az unió kapcsán azért szakmaiatlanok lennénk, akkor azt gondolnánk, hogy az Európai Uniónak ezt a helyzetet könnyű megoldani. Ez az intézményrendszer komplex, kölcsönös függőségek vannak, ennek más a jogi kultúrája, egyszerűen nem olyan könnyű mozdítani ezen a dolgon. Viszont, hogyha arról beszéltünk, hogy az ellenzéki együttműködés mennyit fejlődött az elmúlt években, azt mondanak abban az értelemben, hogy képessé váltak a felek egymással asztalhoz jutni, vagy kerülni és döntéseket hozni közösen, úgy az is már előremutató, hogy már nem várják az politikusok, hogy az Európai Unióra is lehet szavazni majd azon a vasárnapon, értem ezt metaforikusan úgy, hogy nem az Európai Uniótól várjuk a csodát. És akkor azt mondjuk, hogy ugye 10 évvel ezelőtt ide bejött egy politikus, akkor azt mondta, hogy az Unióhoz fordulunk, és a választók abban a hitben éltek, hogy ennek valamilyen jogi kötőereje vagy következménye lehet. Ma már a választók megtanulták, hogy az Unió egy lakmuszpapír, egy jelző berendezés, de a következményeket a helyi politikusoktól kell várni. Vírus helyzet legfrissebbek, rövid összefoglaló, és utána egy kicsit erről beszélgetünk. 780 ezer eurót, azaz nagyjából 280 millió forintot fizetett ki a külgazdasági és külügyminisztérium az egyik koronavírus gyors teszteket is beszerző cégnek, miközben a teszteket nem is vette át, tudta meg a hvg.hu.
A portál a lélegeztetőgép beszerzésekről kért ki adatokat a tárcától. Így derült ki, hogy a ProConcept nevű gyors teszteket forgalmazó cégnek végül nem a vírus tesztekért, hanem a lemondásból és a tárolásból eredő költségek fejében fizettek ki 280 millió forintot. Beszélhetünk akár erről is, hogy mi lett ezzel a 280 millió forintos, egyébként kifizetett, de át nem vett szállítmánnyal. De nekem az is nagyon érdekes volt, a tisztifőorvosasszony mai bejelentése 8-10 halottal számol az elkövetkező napokban a magyar hatóság. Németországban körülbelül utána néztem 7-11 halott van naponta. Csak 9-szer annyian élnek Németországban. Tehát az elhalálozási arány Magyarországon az drámaian magas. Erről keveset hallunk. Erről is keveset hallunk. Nagyon sokat hallunk napról napra arról, hogy éppen milyen újabb kivételek vannak az utazási korlátozások alól. Arról már kevéssé beszélünk, hogy nem, a vírus így nem válogat. Azért ilyen magasak a számok, mert alapvetően amúgy sokkal kevesebbet is tesztelnek. És hogyha sokkal többet tesztelnének, akkor sokkal hamarabb tudnánk kiszűrni a vírushordozókat, azaz sokkal kevesebb embernek tudnánk átadni. Tehát valahol itt van a logikai kapocs. Engem amúgy nagyon kiborít, hogy minden reggel újra azzal kezdődnek a hírek, hogy számokat látunk. Amik mögött amúgy emberi sztorik vannak, emberi történetek, és ez a 7-10 halott, vagy 9-11, ezek 7-9-11 családnak a traumái. És alapvetően arról kéne beszélnünk, hogy ezt hogy lehet megelőzni. Mit tesz az állam annak érdekében, hogy megelőzze? Mi az, amit közös európai szinten kell hogy a közösbe beraknunk, és mi az, ami nemzeti tagállami szinten megoldható? És amúgy olyan válaszokra kéne keresni, olyan kérdésekre kéne keresnünk a válaszokat, amik a hétköznapokat befolyásolják. Mi lesz azzal a gyerekkel, akit hazaküldenek? Mi lesz azzal a munkavállalóval, aki elvesztette a munkáját? Mi történik, amikor a hitelmonitorium véget ér? Mi az a gazdasági mentőcsomag? Mi az, ami a hétköznapokban az embereknek segít túlélni a vírus helyzetet, ahelyett, hogy statisztikai számokkal hadakozunk egymásban. Ott csak az ember és az emberi sors tűnik el közben. Egy rövid gondolat erejéig lehet, hogy most egy olyan nézőpontot hozok be ebbe a koronavírus kérdésbe, amit talán kevesen mondtak. De a helyzet az, hogy a vírus lehet, hogy jelen van, a kórokozó jelen van, de attól még az ember nem lesz fertőzött. Vagy nem lesznek tünetei. Tehát ehhez kell egy fogékonyság is, és arra célzok, hogyha a magyar emberek egyszerűen az immunrendszerük olyan erős lenne, akkor nem mutatnának tüneteket, vagy el se kapnák ezt a betegséget. Úgyhogy ezen is érdemes lenne elgondolkozni, hogy miért van az, hogy nemzetközi összehasonlításban ennyi nálunk az elhízott ember, sajnos ilyen állapotban az egészségügyi rendszerünk, és egyébként például a szabadidős sportokat mennyien veszik igénybe, milyen rendszeresen sportolnak az emberek ma Magyarországon, mert hogyha ezen a téren előrébb tudnak lépni, akkor nem csak a koronavírusról beszélek, hanem általánosságban a betegségekkel szemben sokkal ellenállóbb lenne a magyar társadalom. Azért mégiscsak megérkeztünk a számokhoz, tehát hogyha az arányokat nézzük, akkor a magyar lakosság arányhoz mérten, mondjuk 1-2 halott lenne indokolt, naponta indokolt. Hát szóval, hogy nagyjából ez az, ami a német számoknak megfelelne. Közben a miniszterelnök meg arról beszél, hogy a magyar egészségügy az európai élvonalába tartozik. Tehát, hogyha valóban így lenne, meg nem lennének olyan szomorú állapotban a magyar emberek egészségügyileg, általában annyi embernek krónikus betegsége, akkor valószínűleg egészen másként alakulna a statisztika, csak hogy minthogyha ez vagy nem jutna el az emberekhez, vagy nem érdekelné őket, szóval, hogy furcsa, elfogadjuk, hogy ez a helyzet, itt a vírus, és elvisz naponta 8-10 honfitársunkat. Itt nem a magyarokkal van itt, amúgy nem értek feltétlenül egyet, itt nem feltétlenül más a magyar társadalom fizikai állapota, nyilvánvalóan nagyon sok gond van, és az egészségügyi állapot az lehet rossz. Igen. Azért azt is nézzük meg, hogy függetlenül, hogy mekkora Németország, milyen elővigyázatossági terveik vannak, hogyan viszonyul a társadalom, a kézmosás, a szociális érintkezés, a közösségbe menés, a foci meccsre menés, színházba menéssel kapcsolatban. Merkel kancellárt hányszor láttuk az elmúlt fél évben maszk nélkül? Milyen példát mutat
a politikai elit, és ez, ennek mentén hogyan viselkedik a német társadalom. A német társadalom sokkal fegyelmezettebb, de a politikai elitje is sokkal fegyelmezettebb. Mivel kezdte Angela Merkel tavasszal? Kiállt az emberek elé, és azt mondta, hogy baj van, most nagyon oda kell figyelnünk. Nem beszélt mellé, nem azt mondta, hogy is szabadságot, harcot vívunk a vírussal szemben, mert amúgy a koronavírus mi nekünk, mi vagyunk a magyar kormány. Bocsánat, ezek sokkal fontosabb kérdések a vírussal kapcsolatban, és ez adja végeredményben a statisztikát is. De persze, hogy sokkal nagyobb a halálozási ráta egy olyan országban, ahol még mindig arról nem látunk egy tiszta, egyértelmű iránymutatást, hogy a maszk az amúgy hasznos és elvárandó. Amikor egyik pillanatban Orbán Viktor még a én vagyok a legmenőbb magyar maszkot felveszi poénból, a másikon meg mosolyog és pálinka fesztiválon ölelget mindenkit. Hát bocsánat, senkitől nem tudom ezek után elvárni, hogy vegyek komolyan a maszkordást, ha a miniszterelnök maga nem hajlandó példát mutatni. És ennek ellenére is, legalábbis az első hullám alatt nagyfokú alkalmazkodás, vagy legalább fegyelmezettséget produkált a magyar társadalom, de való igaz, hogy alkalmazkodnak abban a tekintetben, hogy megtanulták, hogy az egészségügyi rendszerbe több forrás valószínűleg nem fog érkezni ebben az időszakban. Tehát adottnak veszik egy forráshiányos egészségügy működését, és mondjuk mi az első hullám közepén készítettünk egy felmérést, amiben azt kérdeztük, hogy felkészült-e az egészségügy a koronavírus jelen kezelésére, és nem meglepő módon a pártpreferencia alapján történt a megosztás, az ellenzékiek és a bizonytalan szavazók úgy gondolták, hogy nincsen felkészülve, a kormányzati szavazók többsége szerint valóban ez az Európa egyik legszínvonalasabb egészségügy, és nem akartam persze leegyszerűsíteni a kérdéskört. De hogy Németország esete feljött, Németország is a futball esete. Németország idegenben nem lehet utazni a szurkolóknak. Magyarországon továbbra is ez egy ilyen adottságnak vesszük, hogyha feltorlódnak az emberek egy közlekedési eszközön, az ugye ez egy kockázat minimalizáló stratégia. Nyilván most ironizálni próbáltam nem túl jó módon. De hogy amíg azt mondta a bajor miniszterelnök, amíg azt mondta a Bayernnek az edzője egy héttel ezelőtt tartott szuperkupa esetén, hogy ez kockázat és kockázat, közben a magyar politika és a magyar döntéshozó, a magyar sportpolitika pressz is csinált ebből a kérdésből, és nem a kockázat minimalizáló stratégiát folytatja. Én nem tudom, hogy ezzel maximalizálta-e, de nem minimalizálta a veszélyt. Tehát, hogy a politikai gondolkodás szintjén a maszkviselés szimbolikájától ilyen döntések meghozataláig miért van egy kicsit, miért fegyelmezettebb a magyar társadalom, mint a politika, ezek ilyen költői kérdések, mint az Európai Unió jelentéseiből való következmények. Tök jól körbeértünk, mert az adást az Ávec jelentéssel kezdtük, ott van egy mondat benne. A Fidesz előnye, hogy szavazótábora régóta stabil, és nagyságában és többé-kevésbé összetételében is. És ebből gyakorlatilag az következik, hogy bármit lép a kormány, azt a Fidesz szavazótábora megértéssel fogadja. Mennyire furcsa ez, hogy amit tapasztalnak a Fidesz szavazók is a magyar egészségügyben, azt ők elfogadják. És mert hogy Balázs erről beszélt, hogy pártpreferenciák alapján oszlik meg, hogy ki milyennek látja a magyar egészségügy felkészültségét. Tehát ezek szerint Fidesz szemüvegen keresztül nézve nincsenek sorok, nincsenek várólisták, nem kell sokat fizetni a tesztekért. Egyébként... Én ezzel nem teljesen értek egyet, mert mert napi szinten egyébként beszélek Somogyországban egyébként Fidesz szavazókkal is, és pontosan jól tudják, hogy az egészségügyben, konkrétan a Marcai kórházban milyen problémák vannak. Néhányan még elég keresetlen szóval is, amit most nem idéznék itt kedves nézők előtt. És akkor meghallgatják a miniszterelnök urat, amikor azt mondja, hogy európai. És kritizálják a Marcali kórház, és azt mondják, hogy de hát mink a Fideszre szavazunk, meg hát valószínűleg ugye fognak is. Amikor bemegy a szavazófülkébe, ott más szempontok alapján dönt, illetőleg úgy gondolja, hogy igen, ez rossz, de az ellenzék eddig még nem tudta meggyőzni őket arról, hogy mi tudnánk ezt másképp is jobban is csinálni, úgyhogy itt nekünk politikusoknak itt nagyon komoly elvégezendő feladataink vannak, hogy nem csak a mi szavazóinkhoz, a bizonytalan 30%-hoz, hanem a Fidesz szavazókhoz is tudjunk információkat és megoldási javaslatokat eljuttatni. Szép feladat. Köszönöm a beszélgetést Donát Annának, Böcskei Balázsnak és Tejmec Ádámnak. Önöknek meg a figyelmet. Minden jót, viszontlátásra!